szeretettel köszöntöm Babos Gábort és dr. Hernádi Attilát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Láttam, hogy nagyon óvatosan, de magabiztosan megérkeztetek ide a stúdióba. Köszönöm, hogy itt vagytok, boldog új évet kívánok! Szegedről érkeztetek. És akkor csak én? Csak a Gábor. Én kecskeméti vagyok. Kecskeméti. Úgyhogy én onnan. Hát akkor köszönjük, hogy itt vagytok. Többet sikerült aludni. Na jó. Reméljük, hogy most azért felébredünk így együtt a beszélgetésben, mert hogy én biztos vagyok benne, hogy 2023-ban is nézőink szívesen kerekednek majd fel egy jó lelki feltöltődésre, zarándoklatra. A Pannon Pilgrimmel hová lehet elmenni, hová juthatunk el? Hát vannak bizonyos ilyen klasszikus útjaink, általában nekünk ilyen hétvégés szarándok útjaink vannak, legalábbis ami így a nagy kegyhelyeket illeti így világszerte. Repülővel megyünk, és akkor nagyjából így péntektől vasárnapig hétfőig, és amik így a legnépszerűbbek, azok ugye Lourdes, Fatima, Jeruzsálem és San Giovanni Rotondo. Ezek, ugye Pio atya kegyhelye az a San Giovanni Rotondo, ezek azok a kegyhelyek, amelyekre a legtöbb ember jön velünk, és akkor ezentúl még vannak ilyen kisebb, például olasz kegyhelyek, Cascia Szentitának a szülőhelye, vagy Assisi, ami Szent Ferenchez kapcsolódik. Ezek azok, amelyeket úgymond mindenki tud teljesíteni, mert nem kell hozzá fizikai felkészültség. Ide repülővel és járművel megyünk, ott helyben sem kell sokat közlekedni, és vannak gyalogos útjaink is. Ugye azt tapasztaljuk, hogy az emberek oda szeretnek zarándokolni, amit ismernek, meg tudnak ezek a nagy kegyhelyek, de hogy mindig motoszkál bennünk, hogy hát sok más kegyhely is van. Hogy lehetne újat kevésbé. Igen, valami újat, meg néha van is egy ilyen pici nyomás rajtunk, van azért néhány zarándok, mert nagyon sokat járt velünk, és ők úgy szeretnének néha valami újdonságot is látni, meg bennünk is van egy ilyen vágy, hogy megismertessük a kevésbé ilyen címlapon lévő kegyhelyeket is, úgyhogy idén Loretóval kezdtünk el foglalhatóskodni, júniusban talán sikerül összegyűjteni egy zarándok utat. Ja, Loreto érdekes kegyhely, mert ha mondjuk így az adatokat nézzük, vagy a hírét, akkor azt ilyen Fatimával Lourdes-ra szokták egy lapon emlegetni, de valami Magyarországon kicsit méltatlanul elfeledődött, vagy feledésbe merült. Na vajon miért? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért. Annál is inkább, mert sokkal több közünk van Loretóhoz, mint akár Fatimához, akár Lourdeshoz. Ugye Loretóban a legenda szerint 1291-ben ugye angyalok röpítették mágya házát Názáretből, hát aztán a történészek azt mondják, hogy egy Angeli nevezetű család volt, akik elhozták valójában. Minden esetre a ház az valószínűleg tényleg Mária háza, ezt a régészek is bizonyították, és ez először ugye a mai néven Trsat, vagyis a hajdalában Terzato néven ismert településen volt, ami nem más, mint a Magyar Királyság egy része Fiumének volt egy külvárosa. Szóval innen vitték át 3 évvel később Loretóba. És talán ezért is van, hogy a középkor végén, meg az újkorban nagyon komoly Loreto kultusz volt Magyarországban, hogy a gyűlőben meg lehet nézni a Loretói kápolnát, de ott azon a vidéken, mondjuk úgy nem tudott, Bécs és Győr környékén, ott rengeteg ilyen Loretói kápolna épült. A jezsuiták később nagyban hozzájutak ennek a Loreto kultusznak az elterjedéséhez, a Loreto Itáliát azt mindenki imádkozza mind a mai napig. De hogy valahogy mégis egy kicsit háttérbe szorult így az elmúlt 1-200 évben, talán lehet, hogy az újdonság kopott meg végül is, hát Jelút, vagy Fatima, vagy hát akár Medjugorje, ezek ilyen viszonylag friss kegyhelyek mondjuk, hát ugye a legidősebb ezek közül Lourdes, az is csak 150 éves, vagy meg 160-70, ehhez képest a Loreto egy középkori eredetű. És aztán később Bálint Sándor sokat ír erről, hogy tényleg nagyon-nagyon komoly kultusza volt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk Loretót egy picit visszacsempészni így a magyar hívőknek így a gondolatvilágába. Részben egy repülőgépes zarándoklat, ami picit hasonlítani fog a hagyományos Lourdes vagy a Fatimai utakhoz. Illetve tervezünk egy gyalogos zarándoklatot is, Assisiből Loretóba, ami megint egy ilyen egyedi történet, az a Camino Lauretano, vagy a Via Lauretana, ami ugye eredetileg ez a Róma-Loreto útvonal volt, a Via Flaminia, amit ugye még a rómaiak építettek, és erre felé sok magyar is ment, tehát Bakósz Tamás például, amikor a pápa választásra igyekezett, akkor megállt Loretóban
és hát sok más korabeli magyar nemes is járt arrafelé. Úgyhogy ezen az úton fogunk mi is tapodni majd júniusban, hogy egy kicsit, kicsit visszataláljunk Lorétóhoz is. Tehát új vonalat képviselnek. Igen, ezek egy, a tervek. Igen, ilyen nem nagyon csinált. És hogyha már újdonság, vagy új ismeretek, vagy egy kicsit ösztönözni az embereket, az utazni vágyókat arra, hogy új dolgok felé is nyitottak legyenek. Attilához is fordulok egy kicsit, mint idegenvezető. Hogy mennyire látod, vagy látja azt, hogy a zarándokok, vagy az utazni vágyók valóban nyitottak az új tudásra, vagy új ismeretek megértésére, megszerzésére? Van-e egyfajta nyitottság erre? Én azt érzem, hogy abszolút van. Tehát, hogyha már az ember benevez egy ilyenre, elindul, akkor már nagyon szívesen hal meg, lát új dolgokat. Igazából csak az a nehéz, hogy az embert elindítsák. Elindítsák erre az útra, mert valabból, ugye, mivel nem hallott róla, így óckodik attól, hogy ez egy ismeretlen dolog, akkor inkább ezt kihagyom, és valami ismertebb helyre megyek el, amiről már sokat hallottam. De tehát nem egy zarándoklatunkon volt, például San Giovanni Rotondo, lehet példaként említeni, Pio atyáról aztán mindenki hall. De ott van mellette egy másik kegyhely, Monte Sant'Angelo, ami Magyarországon teljesen ismeretlen, oda minden egyes zarándoklat alkalmával elmegyünk ilyenkor, és az emberek ezt értékelni szokták. Beszéltünk egy másik újdonságról is, hogyha lehet így fogalmazni, hogyha már ezt a szót használtuk. Egyik, ez a Jézus ösvény. Igen. A Jézus ösvény a Szentföldön van, Izraelben. Ez egy viszonylag új zarándokút, sok ilyen van, ugye akár a Mária út is egy viszonylag új zarándokút, itt talán 20 éve jelölték ki, és ez Názáretből vezet Kafarnaumba. Ez nem olyan nagyon hosszú, ez egy 70-80 kilométer, egy pár nap alatt végigjárható, ráadásul lefelé megy, ugye hát Názáretből a Genezáreti tóhoz, az ugye a tenger szintje alatt van, vagy 200 méterrel. És hát ennek is ugye az izgalmasság, hogy a Szentföldön általában busszal szoktunk száguldozni oda-vissza, megnézzük az ismert helyeket, ami nyilván rengeteg dolgot lehet megismerni, de a többi gyalogos zarándoklatunkon is az a tapasztalatunk, hogy egészen más perspektívából látja az ember, amikor nem tudom, egy faluba úgy sétálunk be, hogy az első háztól kezdve a, nem tudom, a falu végén az utolsó házig, nem pedig csak a templom előtt pattanunk ki a buszból és utána vissza. Illetve hát van egy csomó idő ilyenkor, tehát amíg az ember elmegy nem tudja Názáretből Tabgháig, akkor ott egy kicsit lehet azért közben gondolkodni. És hát ugye a Szentföld az egy érdekes hely, mert nyilván Jézus ott élt, ott működött, de igazából nagyon kevés az a hely, ahol tényleg elmondhatjuk, hogy ő ott volt. Tehát ezeknek a helyeknek a java része az inkább így a középkori hagyomány szerint alakult ki, nem tudja a Táborhegy, meg a Nyolcboldogság hegye, meg hasonló. De hogyha itt sétálunk, akkor azért elmondhatjuk, hogy valószínűleg néhányszor biztos keresztezni fogjuk azokat az ösvényeket, ahol a megváltó maga is járt. És ez nagyon meg tudja érinteni az embert, hogyha tényleg egy pillanatra ott nem lenéz mondjuk a Genezáreti tóra ott ilyen hatalmas magasságból, és hogy tényleg ott csónakáztak és fogták a halat, és lehet, hogy Jézus is följött ide egyszer, és innen fogalmazott meg egy-két gondolatot, amit aztán Szentírásban papírra is vetettek, vagy éppen nem vetettek papírra, mert nyilván minden nem írtak le. Úgyhogy ez megint egy ilyen újdonság lesz. Ez inkább egy, igen, ez kifejezetten egy ilyen spirituális út lesz. Uh-huh. Hiszem, a többi is, de mondjuk a Via Francigena, a Toszkánában, és sokan azért jönnek inkább, mert Toszkána szép. A Szentföld az nem annyira a szépsége miatt fog meg minket, ott inkább a helynek a szelleme, a lelkisége. De egyszer beszéltem egyébként többekkel beszéltem már, akik utaztak a Pannon Pilgrimmel, és akkor egyszer, akivel beszéltem, ő fogalmazta meg, hogy amikor először utazott a Pannon Pilgrim utazási irodával, akkor ő csak utazni szeretett volna, nem volt feltétlenül benne olyan igény, hogy ez egy nagyon lelki feltöltődést adó spirituális út legyen. De azt mondta, hogy valahogy a ti szervezésetekben, az utazási iroda szervezésében mégis ez egy olyan spirituális feltöltődés lett, egy olyan lelki töbletet kapott, hogy utána rákapott a dologra, és most már csak veletek utazik. És akkor ez volt a reklámhelye, nem tudok mit csinálni, ez egy tapasztalat volt, és ha már beszélgetünk, mert hogy arra irányul a kérdés, hogy valahol azért nektek ez mindig egy szándék, hogy minden út és minden új ismeret átadása egy spirituális feltöltődés is legyen, ugye?
Ez egyértelmű. Tehát, hogy igazából ez az elsődleges cél, amiért csináljuk. Tehát az, hogy ott megnézzünk dolgokat, az igazából másodlagos, az elsődleges az, hogy lelkiekben gazdagodjunk. Az utakat is úgy építjük föl, tehát, hogy nem a látnivalókra koncentrálunk, hanem azokra a helyekre, amelyek a hitünk, vagy az a hitünk szempontjából fontosak. Tehát például az adott szentnek a különböző helyszínei, Szűz Máriának a megjelenésének a helyszínei. És de erre például jó példa Lourdes, amikor ez alatt a 3 nap alatt, amíg tart ez az út, csak oda megyünk, és csak ott töltjük. Nem megyünk el a környékre így kirándulni ide-oda, hanem akkor ott lelki programokon veszünk részt. Nyilván megnézegetjük azokat a műemlékeket, amik ott vannak és épültek a jelenések helyszínein, de erre koncentrálunk. És ez a fő dolog, amit nyújtani szeretnénk az embereknek. Engedjetek meg egy furcsa kérdést. Mennyire... mondjuk idegenvezetőként, Attila, amikor mondjuk próbálod ismertetni az adott helyen, helységben a történelmi tudnivalókat, a spirituális tudnivalókat, lelki tudnivalókat, mindent az adott résztvevőkkel, és mondjuk olyan zarándokokkal találkoztok, akik hát adott esetben nem feltétlenül hitüket gyakorló emberek, rájuk is van hatással az a fajta tudás, vagy kicsit spirituális célzás, ahogyan átadod az ismereteket? Meg tudjátok őket szólítani? Én bízom benne, hogy igen. Erről ugye, mint általában így az evangelizációról nem igazán van így visszajelzésünk, de hát olyan még nem jött oda hozzám, hogy na ő itt ért meg Lourdesban azon az úton, amit én vezettem. De még ilyen is lehet. Még lehetséges, de... nyilván ez nincs kizárva, tehát lehetséges, hogy ez az, ami elindította őt az úton, vagy akár mondjuk az is lehet, hogy ténylegesen azóta templomba jár, és gyakorolja a hitét, holott előtte nem csinálta, csak erről nem tudunk. Hát ez ugyanaz, mint hogyha beszélgetünk valaki hitetlen emberrel, aztán akkor nem tudunk semmit róla, aztán kiderül egyszer csak, hogy már 10 éve annak a beszélgetésének a hatására indult el a hit útján. Ezt egy picit kiegészíteném, a gyalogos zarándoklataink az esetek jobb részében nem igazán vallásosak. Tehát ahogy mondjuk Fatimába az ember azért jön, hogy ott a szűzanyának megtapasztalja a jelenlétét, vagy hasonló, tehát ezek a repülőgépes csoportoknak a túlnyomó többség az alapvetően ilyen bulgáris mondani hardcore keresztény ember, aki tényleg templomba járni sérre jár, és ezt így ismeri és tudja. A gyalogos zarándoklatok nem túlzottan, nyilván oda sem harcos ateisták jönnek, de oda inkább azért jönnek, mert Olaszország szép, azért jönnek egy hétig, ki tudjanak kapcsolódni, mondjuk kilépnek a mókuskerékből, van akinek ez inkább egy ilyen sportteljesítmény, vagy hasonló, és akkor az első este ott megállunk, és hát mondd, akkor álljunk itt körbe, és akkor imádkozzunk, és akkor nagyon izgalmas arcokat lehet látni, most akkor itt áll ez a horgivalós ember, és akkor most itt imádkozni fog velünk, és hát én nem csináltam ilyet 30 éve, vagy lehet, hogy még soha, vagy ki tudja, uh-huh. És hogy mi fog ebből kijönni. És nagyon jó dolgok jönnek ki belőle. És akkor minden reggel, minden este van egy kis elmélkedés, egy kis tanítás, néha éneklünk is, múltkor nagyon jó énekes csapat volt, nagyon jó volt velük. Megtanultunk egy ilyen egy középkori himnuszt, amit a Rómában ugye gyalogos zarándokok énekeltek sok száz évvel ezelőtt, és a végén nagyon hálásak. Hogy és nagyon sokszor megfogalmazódik, hogy ez, tehát ők igazából ilyen kirándulás vagy túrára jöttek, és hogy zarándoklatot kaptak. Több lett belőle. És hogy több lett belőle, mint amire számítottak, és olyasmit kaptak, ami hát ezt így leírtuk nekik, tehát uh-huh. Ezt nyilván tudják ők, de hogy így nem nagyon gondolták végig, meg nem ez volt így a gondolataik homlokterébe, amikor ide készültek, hogy most akkor itt nem imádkozást tesz, meg egy kicsit magunk felé, meg Isten felé fordulást tesz, de hogy mégis ez lett belőle. És sok ilyen visszajelzést kapunk, hogy milyen jó volt, meg hogy máskor is jönnek, meg olyat is például kaptunk, amit Attila említett, én kifejezetten ilyen e-mailre emlékszem, hogy itt egy nem is olyan fiatal hölgy, hogy elindítottuk őt így. A hit útján. A hit útján, nem tudom pontosan, hogy fogalmaztam, de körülbelül így. Na. És ez ilyen nagyon ilyen, hát ilyen szívetmelengető dolog ebben részben. Hát akkor, aki 2023-ban többet szeretne kapni egy zarándoklattól, vagy egy utazástól, az mikor jelentkezhet az első ilyen utatokra? Hova mentek először? Jövő héten Lourdesba. Ahova... Akkor erről már lecsúsztunk. Erről már igen, sajnos ez akkor úgy megtelt. Ez úton is mindenkit. Sajnos, de szerencsére nagyon olcsón sikerült összehozni, és nagyon jöttek az emberek, de a következő út, amire következő Lourdes út az február 16-án lesz,
és hát ugyan még februárban lesz egy jeruzsálemi, meg egy fatimai út is, amire még lehet jelentkezni. Legyen így, és akkor a Pannon Pilgrim online elérhetőségei mindent lehet látni. Igen, Pannon Pilgrim utazási iroda. Válaszolunk mindenkinek. Babos Gábor, dr. Hernádi Attila, köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.